vendégünk Kékő Izalán. Szia, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Szia. Sziasztok, szép estét. Azzal kezdtem a bevezetőt, hogy kiléptél a Beatrice-ből, és hát azt gondolom, hogy sokan megkérdezik tőled azóta, hogy mi történt veled. Tehát akkor mi történt veled, én is megkérdezem. Igazából a kiválás az nem befolyásolta azt, ami idén történt, mert 2021-ben jelent meg az első instrumentális lemezem, és igazából közvetlenül utána már tudtam, hogy szeretnék csinálni még egy ilyen albumot, és biztos voltam benne, hogy ez ebben az évben fog megtörténni, úgyhogy igazából ilyen formán nincs köze a kiváláshoz. És ugye szokták is mondani, hogy amikor egy ajtó bezárul, akkor tényleg kinyílik egy másik. De hogy élted meg akkor ezt a változást? Ez teljesen tudatos döntés volt a részedről, és felkészültél rá. A kiválás az így nem volt tudatos, nem készültem erre. Ez egy bizonyos szituáció után úgy gondoltam, hogy ennek kell történnie. De arra viszont készültem, hogy mondjuk a következő lemez az hogy épüljön föl, milyen dalok legyenek rajta. Ezek végülis az elmúlt években már megíródtak, egy jó részük. Tudtam, hogy kikkel szeretnék együtt dolgozni ezen a lemezen. Úgyhogy igazából ez, aminek mondjuk a kiválás nagyobb teret engedett. Tehát nem az volt, hogy mondjuk az év első pár hónapjában fontos, hogy kész legyen minden, mert utána jön mondjuk egy nyári koncertszezon, hanem tudtam, hogy most van időm ezzel foglalkozni. Akkor beszéljünk is erről a lemezről, ez most már a második szóló lemezed. Mi volt itt az elképzelésed? Instrumentális dalok kerülnek erre a lemezre? Igen, mindenképp olyan dalokat, ez a kedvencem, az a baj, én instrumentális rockzenét szeretem, és van is egy kívánságom, minden háztartásban legyen majd egy darab lemez, és akkor minden rendben lesz. Illetve volt egy másik, ami legyen kötelező tétel Kínában, akkor is rendben leszünk. Nagyjából az volt az elgondolás, hogy a dalok által, ez elmúlt három évben ez a mesterséges intelligencia nagyon betört, és elképesztő lehetőségek rejlenek ebben egyébként, én is úgy gondolom, és hát napról napra szinte derülnek ki újabb dolgok, hogy mennyi mindenre lehet használni. De engem az nagyon zavar, amikor a művészetet próbáljuk meg helyettesíteni mesterséges intelligenciával, mert ugye a címe is ez lett a lemeznek, a No AI. No AI. Igen, ez egy ilyen kis mozaik szó, Natural on Artistic Inspiration, igazából a cím, és akkor ebből jön ki ez a No AI. De ennyire én nem elutasító vagyok vele kapcsolatban, szerintem én nagyon bízom benne, hogy egy csomó olyan dologban megoldást jelenthet majd az életünkben, amire a tudósok esetleg évek, évtizedek óta nem tudtak választ találni. De nem a művészetben. De szerintem a művészetben az ember a lényeg. És az a fontos, hogy az emberek hogyan élnek meg dolgokat. És igazából ez mióta emberiség létezik, azóta ez a mi saját igényünk, hogy elmeséljük, elmondjuk, lerajzoljuk, megfessük, elzenéljük, akár csak ha az ősember a két fát összeütötte, hogy a törzsekben a különböző zenékkel már különböző hangulatokat, élethelyzeteket adtak vissza. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt megtartsuk, és ez nem lehet mesterséges, ez csak akkor igazi, hogyha innen jön az emberből. Szerintem ez a fontos. De olyannyira nem utasítod el végül is az AI-t, hogy a Big Picture-ben a klipjében alkalmaztátok ki, és mesélj erről. Abszolút. A klipnek is az a története, meg a dalnak is többféle olvasata van. Az egyik az szerintem egy picit kapcsolódik a mai világnaphoz, amit meséltetek, ez a illetlenség világnapja, hogy szerintem borzasztóan kommunikálunk egymással, nagyon csúnyán bánunk egymással, akár social médiás felületeken, akár élőben, kritikán aluli szerintem, ahogy viselkedünk, és ez nagyon sokszor abból fakad, hogy igazából egy nézőpontból vagyunk hajlandóak bármire tekinteni. És a Big Picture az pont erre szeretne utalni, hogy lehet, hogy csak egy picit kéne odébb lépnünk, hogy teljesebb képet kapjunk valamiből. Ez az egyik olvasat. A másik pedig az, hogy a klipben a dal az egy nagyon monumentális hangszerelésű dal lett. És nekem ettől a monumentalitásától van egy kis filmszerűsége is, és úgy éreztem, hogy megérdemli, hogy készüljön hozzá egy ilyen minifilm. A filmmel pedig azt szerettük volna bemutatni ezt az igényt, hogy az embernek van igénye arra, hogy gitározzon, fessen, és olyan mesterséges intelligencia az, ami ebben megpróbál minket meggátolni. És ebben küzdünk különböző módon egymással. Milyen zenészekkel vetted körbe magad ezen a lemezen, és milyen terveid vannak ezzel a zenekarral, ha nevezhetjük annak? Remélem, hogy igen, remélem, de ez nem olyan egyszerű egyébként, mert azok a fantasztikus zenészek, akik ezen a lemezen is játszanak, Borlai Gergő,
Kaszás Péter, akik dobon játszanak, Szebényi Dani, aki billentyűs hangszereken. Igen, azért fogalmaztam így, mert hogy azért ezeket az embereket nagyon nehéz egyszerre összecsődíteni szerintem egy koncertre. Igen. Nem is lesz ez így jó. Lemezbemutatóval egyébként készültök? Mikor Takácsolom Kamut a basszusgitáros, bocsánat, csak hogy teljesen a kép. Nagyon szeretném, hogy legyen élő koncert. Az első lemezből nem csináltunk koncertet. Egyrészt ez az instrumentális lemezből, egy lemeznyi anyagból nagyon nehéz koncertet csinálni, de úgy gondolom, hogy a két lemezből már lehetne egy jó bulit összehozni. Rajta vagyok. Hívjatok meg máskor is, és majd elmesélem, hogy hol és mikor lesznek a koncertek. De novembertől is készülsz majd valamire. Annyit elárulhatunk, hogy egy ilyen oktatói programmal, segédanyaggal, de majd visszahívunk, és erről majd mesélhetsz nekünk akkor, jó? Mert most kicsit kifutottunk az időből. Köszönjük és erre szépen. Szerintem több idő kellene, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, és sok sikert kívánunk. Köszönöm.